Tavaly még egy osztályban szerepelt a két csapat, amely a több éves hagyományhoz híven idén is megmérkőzött egymással a felkészülési időszakban. Az NB2-re készülő Sparihoz több új játékos is csatlakozott az elmúlt napokban, Dvorsák Gábor, Heffler Norbert és Tamási Zsolt Mezőkövesdről érkezett, Holdanf Gergő pedig Sopronból tette át a székhelyét Nyíregyházára. Mivel a jelenleg 24 játékos számláló keret jelentős része új igazolás, a 10 napos Abaújszántói edzőtáborban gyakorlatilag új csapatot kellett építenie Mátyus János vezetőedzőnek. Amely munkát elterveztem, azt meg is csináltuk. Hál' Istennek jó körülmények között tudtunk készülni, jó pályán, minden tervezett edzést megtartottunk. Egy ilyen csúszás volt, a hétvégi meccsünk áttevődött hétfőre. Ezt is lejátszottuk, összességében remek munkát végeztünk szerintem, de még egyszer mondom, a puding próbálja az evés lesz majd. A nyírbátori csapat július elején kezdte a felkészülést, az első két hétben napi kettőt edzettek a játékosok. A tavalyi keretből távozott Vámos, Fülöp és Sós, helyükre a kapus Vasas Gergő, valamint Reznek Donát, Fülöp Roland és Hornyák Marcel érkezett, és még egy védővel, illetve egy támadóval tárgyal a klub vezetése. Az edző reményei szerint nem lesznek kiesési gondjai a nyírbátornak. Idén 5 kieső lesz, tehát ez még nehezebb lesz. Azt semmiképpen sem engedhetjük meg magunknak, hogy ugyanúgy beragadjon a csapat a rajtnál, mint tavaly. Szeretnék olyan csapatot építeni, ami akár dominálni is tud a mérkőzéseken, nem nekünk kell az ellenfelekhez alkalmazkodni. Egy jó szellemű, jó társaságot építeni az öltözőbe, a fiatal játékosok mellett idősebb, rutinosabb játékosokkal kiegészülve, egy sokat futó, gyors, dinamikus, agresszív csapatot szeretnék. A mérkőzést Dvorsák és Rezes góljaival a nyíregyháziak nyerték 2-0-ra. A Spari szombaton Szolnokon lép pályára, majd az NB2 július 31-i nyitó fordulójában a Csákvárt fogadja Mátyus János együttese. A nyírbátoriak még a Cigánddal és a Nagyecseddel játszanak a bajnoki rajtig, amelyen augusztus 6-án Tiszaújvárosban vendégszerepelnek majd Márton István tanítványai.